Jó estét kívánok! Ilyen műsor ebben a sorozatban még nem volt, nem hívtunk meg apát és fiút. Persze lehetne az apropó a legfrissebb könyv, vagy a legfrissebb lemez, de tulajdonképpen az is elég a beszélgetéshez, ha egyszerűen csak arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan rezonálnak egymásra. Kis Tibi és Kis Kálmán, örülök, hogy eljöttek, eljöttetek. És kezdjük innen, hogy mindenkinek világos legyen, hogy ugye Kis Kálmán, itt van előttem a legfrissebb kötete, Csordultig üres, igen. Ez a címe. Egyébként miért üres? A pohár, ott látható a képen, hogy egy pohár, mert ez az életet jelképezi, és kiürült, de nem úgy ürült ki, hogy szeretném még egyszer megtölteni, fölösleges. Alatta van egy kis négysoros vers, ha szabad elmondani. Távozáshoz. Egyébként nagyon sok rész szól erről. Párbeszéd magammal. Ha távoznod kell, mondd majd, mire gondolsz, arra, hogy mindig volt valami szép is. Visszajönnél-e, hogyha megtehetnéd? Nem, hisz Csordultig üres a pohár. És Tibi, te ilyenkor, vagy megmutatja neked az apukád a verseket, amiket ír? Hát én folyamatosan ugye hallgatom őt. Tehát nekem így, amikor születnek, többször elmondja, bárhol vagyunk, vagy strandon találkozunk, apu úgy jegyzi meg a dolgokat általában, hogy sokszor elmondja másoknak, és akkor csiszolgatja is. És a végén írja csak le? Nagyon sokat. Én úgy tudom, de javíts ki, hogy fejbe tartja, és aztán akkor gondolja, leírja, meg szokott néha cetlizni is. Én nem írok papíron semmit, hanem prózát sem, kigondolom, készen van a fejemben, és akkor esetleg leírom, de nem is biztos. Addig egy-két vannak olyan verseim, sose írtam. Addig egy-két zöldséges, hentes, benzinkutas, strandos ismerős végighallgatja. Ez a promóciós fázis, igen. A filozófikus gondolatokat, és mikor kész, akkor le. És te így írsz? Hát én már egy ilyen, én a telefonomba pötyögöm be általában, amit úgy érzek, hogy egy jó gondolat, de nincs időm vele foglalkozni, azt telefonba bepötyögöm, és ha van hozzá idő, akkor leteszem a kis fenekemet, és akkor kibontom. Aha, de neked nincs kész előre a fejedben annyira, mint a pukádnak. De én is azért sokat fejbe írok, meg mit tudom, vezetek, és akkor két piros lámpa között jön egy refrén, akkor nem biztos, hogy ebből leveszem a telefonomat, ha majd leparkolok, és akkor beírom, ha már van két verszak, mondjuk. És van olyan, hogy apukád jó tanácsot adott mondjuk neked? Mondjuk van olyan szöveg, ami apukád és szerepel Quimby dalban? Sor van. Egy sor van. Egyetlen sor? Egyetlen egy sor. Egyetlen egy sor, emlékszem. A melléd ül és kocint veled az Isten. Ugye? Igen, elmondhatom, hogy az hogy? Igen. Én írtam egy barátom borozójának a falára, Badacsony Tombajon, egy kis négy soros biztatót a vendégeknek, hogy ne csak ott legyenek, hanem igyanak is, ez így szólt. Rossz kedvű vagy, szerencsétlen, árva, nézzél mélyen a boros pohárba. Meglátod, hogy jó dolgod lesz itten, melléd ül, s kocint veled az Isten. Ne gondolj alkoholista. És a Tibi egyszer fölhívott, és azt mondja, apu, kölcsönadnád egy sorodat? Mondom, ez, és ott van a Parafenomén című igen. Dalban. De annyit még hadd tegyek hozzá, hogy ezen kívül a Tibi soha semmit tőlem, még tanácsot sem igen fogadott. De volt, amikor fölhívott, mert fél órát beszélgettünk, hogy van itt egy hely a szövegben, amit nem érez tökéletesnek, mondtam mindenfélt, azt mondja, egyik se jó. De azt mondja, nagyon szerencsés, hogy beszélgettünk, mert megpesdült az agya. Meg átnézettem, mert ugye helyesírás, meg egy csomó ilyen dolog, mégis egy elektor, főleg régebben, meg nagyon sokszor Balatonon írogattam a szöveget, és akkor apu volt az első közönség, hogy elmondom, most már máshogy írok, most már mindenhol írok, nem az van, hogy leülök valahova, és akkor bárhol történhet. És maga nem lopott a Tibitől? A Tibitől? Hát nem loptam, de ez nem azért van, mintha én olyan becsületes lennék, hogy a plágiumtól teljesen megtartóztatnám magam, hiszen William Shakespeare is azt mondta, ott szedem a gyöngyöt, ahol lelem. Ha akarnék, se tudnék lopni, mert annyira más a stílusunk. Mm-hmm. Tibi szürrealisztikus verseket ír, én meg inkább klasszikusakat. Bár alkalmazom a modern, merész képzett társításokat is, de nem úgy, ahogy ő. Egyébként sokan nekemestek, volt, hogy egy kocsmában nekemesett valaki. Te ide hallgass, olyan klassz a Tibinek az a száma, most múlik pontosan, de mondd már meg, mi a fenét jelent. És akkor magának ott elemezni kell a kocsmában a Tibi? Persze, én azt elmondom. És elmondom. Egy nagy vita végére kerülne pont, ha kiderülne. Nem, elmondom az embereknek, hogy két fajta vers van. Mindegyik érzelmeket fejez ki, de az egyik úgy fejezi az érzelmeket, hogy azt a szerző tudatosítja, logikus rendbe szedi a rá vonatkozó gondolatét, és akkor egy olyan
zenei képi formát ad az egésznek, hogy át lehessen élni. A másik pedig az, amikor egy az egyben próbálom meg kifejezni a lelki állapotomat, ami adott esetben lehet, hogy nagyon zűrös, lehet, hogy teli van ellentmondásokkal. Esetleg értem, de azt az egy az egybe próbálom meg visszaadni. Na most ilyen dal egy sajátos lelki állapotnak a tökéletes tükre, minden ellentmondásával, problémával együtt, a most múlik pontosan. Ha szabad egy dolgot mondani, hát milyen nagyszerű költői kép az, látom, hogy elsuhan fölöttem egy madár, tátongó szívében szöges drót, csőrébe szalmaszál. Az emberek nem tudja, mit keres itt a madár hirtelen, hogy gyerek meg. Hát mert szín jelkép. Ugye jelkép? A tátongó szöges, tehát átpróbált repülni valami szöges dróton, és iszonyú nagy sebet kapott, hatalmas fájdalmat, és ennek tökéletes képi kívül, hogy ott a szöges drót. És ez eredeti kép, nem az, hogy meghasad a szíve, ó, hát ezt már el lehet felejteni. A másik pedig, hogy csőrében szal, hát szalmaszállat azért viszi, hogy ki. Egyik a tragikum, másik meg a remény. És lényegében erről szól a vers, erről a kettősségről. És ez csak egy sor. De ebben a sorban a jó műről azt mondja József Attila, hogy egy igazi műnek, egy remek műnek minden pontja archimédeszi pont. Azaz, bármelyikből indulok el, föltárhatom, föltérképezhetem az egészet, mert sajátos formában az tartalmazza. Na, ezen a ponton el kell árulnunk a nézőknek, hogy pedagógus, ha ez nem derült volna ki. Voltam magyar történelmi szakos tanár. Na hát, hogyha ez nem derült volna ki az elebbi monologból, akkor most biztosan kiderült. De ez egy hétköznapi beszélgetés? Vagy ilyen előfordul nálatok egy ebédlő asztalnál? Vagy simán. Ilyen elemzések? Simán. Hát apuból az, amivel foglalkozik, tehát az irodalom, a történelem, mesdjén, halandozás, gondolkodás, a filozófia, társadalmi szerkezetek, elméletek, pszichológia, ez sok minden vegyül, és nagyon sok mindenről lehet vele beszélgetni, de általában mindig valamilyen borzalmasan nagy dolog. Nagyon ritkán beszélgetünk ilyen egyszerű dolgokról. Nekem ezt bírni kell, tehát néha az azért elég tömény. Fárasztó. Hát tömény, ahogy tud apu ilyen dolgokról beszélni. Jó, meg viszont én sem mindig észre. Nekem vagy egy ilyen Google, egy ilyen bio Google, tehát egy csomószor nem a telefonba keresek rá egy dologra, mert aput hívom föl, mert kicsit olyan, mint egy könyvtár. Másfél meg az nagyon érdekes lehet, hogy két ennyire máshonnan közelítő ember, és mind a kettő ugye leírja, megzenésíti, megfogalmazza azt, ami éppen foglalkoztatja, hogy hogyan reagál bizonyos pontokon. És mondjuk van egy ilyen pont, ami egy szomorú pont, de mégis úgy érzem, hogy a Kálmán bácsi is reagált rá ebben a kötetben is, és a Tibi is reagált rá. Ez az édesanyád elvesztése. És szeretném megmutatni a nézőknek, mert erről van egy nagyon szép felvétel, hogy te hogyan reagáltál rá, aztán nem tudom, hogy Kálmán bácsi hogyan. Jó. Megosztozunk a hazugságokon, viseltővé válik a fájdalom, darabkáira hullik a képzelet, sokáig boldog voltam én veled, de nem tart örökké semmilyen mágia, ami megszületett, meg eső, felhő, húd a sötét, hajlékony álom megnyalja köldökét. Tudom, hogy egyszer én is annyi leszek, mint a párna alatt szunnyadó emlékezet. Szerettem veled lenni, nem is vitás, és csak a gyermek szívből hiányzó lojalitás zokog most bennem, mondatja velem, nem
igazság. És ha jól sejtem, akkor Kálmán bácsinek is ebben a kötetében, ugye több olyan vers is van, ami az elmúlással foglalkozik, de van egy, a halott búcsúztató, igen, amiről én erre asszociáltam, de lehet, hogy tévedek, csak... Az is. Ugye ez így elmondja, vagy... Nem, tessék. Hogy meghalt, nincs már, vak űr maradt utána, és mi szólítgatjuk sírva, mint hiába. Eszünk riadt, hiszen ő, aki nemrég beszélt mi hozzánk, néma árny csak, emlék. De szívünk tudja, a halottak élnek. Részei ők egy titokzatos létnek, mert ami volt, nem bír lenni többé. Az létezik, s létezni fog örökké. Ez ugyanaz, ugye? Az elvesztés. Hát ugye, ez csak egy support az elmének meg a szívnak, amikor valami ilyesmi történt. Az alkotó emberek, mint mi is valószínűleg mindent használunk, ami a kezünk közé akad, ami az életünk részé válik és megindít minket, és mint egy kiindul. De nyilván, amikor ezt a dalt mondjuk írtam, akkor az a szoros élmény, az a közvetlen élmény segített az a fejembe, az a lé... Tehát amikor az ember elhagyja a szerelme, akkor gyorsan írni kell egy-két elhagyós nótát, mert akkor csomó eszköz van a birtokunkban mindenhogyan, és akkor érdemes használni. Írtam már nyáron karácsonyi számot, de az nehezebb, ugye egy kicsit meg lehet írni emlékekből, meg ilyenek. De ilyenkor érdemes használni, és édesanyám halála az ilyen szempontból mondjuk megtermékenyíthető egy dalocskát ilyen érdekes módon, érted? Uh-huh. És akkor nyilván azon így hozzávettem mindenféle élményt, és hát van benne egy ilyen trükk is, hogy egy ilyen gyermeki dacos hozzáállással van a nótább végig, és a végén pedig az utolsó szónál elengedi a történetet a hamunál füstel, és meglátja a ebben rejlő rendet a költő. És akkor tulajdonképpen ennyi, tehát mindig csak apropók a velünk történő dolgok, hogy eljussunk a másik emberségéhez is. A te esetedben apukádnál sokkal konkrétabb szerintem, szóval nem csak apropók, hanem arról ír. Tehát itt nagyon sok nevesítve van, hogy kinek, vagy nem tudom, milyen ünnepről, tehát sokkal konkrétabb, amit megfog. Beszélgetnek is erről, vagy mindenki a maga módján feldolgozza, és akkor abból érti meg a másik, hogy mit érez, és milyen állapotban van? Nálunk ezek olyan természetes dolgok, tehát nem különösebben nincsen így aláhúzva, most akkor erről beszélgetünk, ha mondjuk, amik bennünk van. Csak én láttam, hogy most mondjuk, ahogy hallgatta ezt a dalt, úgy megrendült. Igen, ismertem már a dalt, jó, már, és többször meg is hallgattam. Hát mert ugye közben megjelent előttem az a kép, és ahogy ott állunk a Dunaparton, szomorúan, és ami megmaradt az édesanyjából, a feleségből, az ott tényleg... orként a hullámok között eltűnt. Egyébként van egyik ciklus a verses kötetemben, az a Filosz versek címet viseli, és itt rengetegszer van szó a halálról és ellentétéről az életről. Még vallásbölcseleti dolgokról is. Sőt, olyan is van, ami például Hegel filozófiájának személyes átélése, interpretálása, azaz végig egy bölcselkedés, hát a szó nem rossz értelmében, úgyhogy a gondolatokból érzés, azaz költészet lesz. Most a Tibit nem akarom erről megkérdezni, mert annyit beszélt róla, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy apaként mondjuk végignézni az ő kálváriáját, amikor eldöntötte, hogy leteszi az alkoholt, meg nem fog drogozni, vagy... A Tibinek az ügye. Igen. Hogy az például azt feldolgozta versekben, vagy nem? Nem. Nem. Azért én egyszer már nagyon kikaptam a nagy nyilvánosság előtt. Hogy? Ugyanis a D. Tóth Kriszta show-ban ezt megkérdezték tőlem. Én nem számítottam semmi ilyen kérdésre, én meg rögvest válaszoltam. Azt, hogy hát, hogy nagyon meg volt ijedve, vagy csak mondom, nem. Hogy nem, hát mondom, hát tudtam, hogy nagy a baj, de azt is tudtam, hogy a Tibi az én természetemet, a kis természetet örökölte, szemben mondjuk az Endre fiammal, aki puhább lágya, alapvető tulajdonságunk a dac, és bármilyen mély szakadódékba is ügyeskedjük magunkat, onnan ki fogunk jönni, és utána különbé jobbá válunk. Jó, de miért nem írt róla? Tessék? Miért nem írt róla? Mert annyira biztos. Erről is van mit írni. Nem. Ez egy könnyelmű és kicsit nagyképű hozzáállás egyébként abban a helyzetben, ami volt aputól, és ezt akkor is... Hát, én nem bánom, hogy ő így élte meg azt a dolgot.
De lehetett volna, alakulhatott volna szarul is a helyzet. Mert egy népköltő már megírta, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Tehát én nem tudom, de én tényleg ebben biztos voltam, mert mondom, milyen fajták vagyunk, a nagyapja, én, ő, valamennyiünkkel történtek. De számolt azzal, hogy ennek rossz vége is lehet, hogy a Tibi mondja, szóval, hogy... Nem. Nem, én tudtam, hogy ő teljesen ki fog ebből jönni, és utána, ahogy én írtam a Bánki iskola indulójába annak idején, talán eszembe jut ez az idézet, a kudarc nékünk arra jó csak, hogy dacot adjon és erőt, hogy ne ernyedjünk el a jóban, és különb legyünk, mint az előtt. Nekem is peckó, az jobb volt, mintha mondjuk ugyanazokkal a szánó tekintetekkel találkoznék, meg a, amikor azt látom magam körül, hogy ugyanazt a reménytelenséget kapom vissza a körülöttem lévő emberek szemének a tükréből, ami bennem létezik, mint mondjuk a apa, aki ugyanúgy viccelődött, meg ugyanúgy, tehát aki kicsit hegyként vette ezt a dolgot, talán nem is gondolta annyira bele. Ez nem tudom, hogy nálam mitől van, vagy milyen ez az automatizmus, de mondjuk így könnyebb volt bizonyos dolgokba. Hát egyszerűbb volt nekem. Aha. De komolyan vettem, mert emlékszel, amikor a Liviusok telefonáltak, a zenekar Gergely ugornyán, ott a Tiszapart, felső Tiszaparton pihengetett a szezon után, és hogy hát a Tibivel valami nagyon nagy komoly baj van, és bejutam a kocsiba, mentem, életemben nem jártam arra, négyes út, meg nem tudom hol, hogy egy halálút, sötét volt már, minden telefonon tájékozottunk, hogy hova menjek, merre menjek, és láttam akkor, hogy a Tibi mennyire rossz állapotban van, testi-lelki értelemben, de mondom, hogy én biztos voltam benne, hogy ez egy nagy megpróbáltatás lesz, de át fog fordulni, végül érték lesz belőle. Tehát muszáj volt megoldanom, hogy ne csalódjon a saját maga bizonyosságába. Tulajdonképpen végre rájöttünk arra, hogy mi hajtott téged akkor. Ciki lett volna. Ugye itt van a nagypapád, akit úgy hívtak, hogy kis Kálmán őt is, ugye? Igen. Tibi, miért nem lett Kálmán? Azért, mert én ideges voltam már azért is, hogy én Kálmán lettem. Ugyanis apámnak az apja, a nagyapám kis Kálmán volt, apám kis Kálmán volt, a bátyám, aki egy éves korában meghalt, az is kis Kálmán volt. Erre utána még engem elneveztek, meg, tehát ugyancsak Kálmánnak, és ez azért volt kínos, mert a rokonságban valahogy meg kellett bennünket különböztetni. Hát így én voltam a Kálmánka. De 50 éves koromban is Kálmánka voltam, és amikor a nagynéném, a Badacsony Tomai Strandnal egyébként pesti bölcsész doktor volt, meglátott örömében, 50 méterről elkezdett kiabálni, Kálmánka, Kálmánka, mondtam neki, de cica, írd a hallgass meg. Ezt ne csináld többször, hát mindenki azt hiszi, hogy jön egy kisgyerek, itt tudjuk, és hát meg... Jó, világos, ezért nem szerettem. Elég volt a Kálmán név, önnel lezárta a kis család a Kálmán nevet. De azért is kérdeztem, mert hogy olvastam a nagypapádról, hogy ha már itt a dacról van szó, hogy ő is ilyen dacosan tudott reagálni, akár egészen éles politikai helyzetekben, hogy olvastam róla egy ilyen történetet, hogy be akarták költöztetni, kitelepítettek házába, hogy megveheti, és akkor erre azt reagált, hogy nem vagyok hajnod, hogy nézek utána az ő leszármazottaik szemébe, de hogy nézek tükörbe egészen egyáltalán. Egészen pontosan, ő pedagógus lakásként lakott egy ilyen sváb házban, a Longéknak a házában, és fölajánlották neki az elvtársak, hogy hát Kálmán bácsi, itt van, milyen piti összegért, jelképes összegért megvet. Apám, én? Hát nekik el akarjátok ti nekem adni? Hát nem a tiétek. És mikor meghalt édesapám, édesanyám, először édesanyám, édesapám, az egész falu azt hitte, hogy mi most megörököltük azt a házat, és majd el fogjuk adni. És milyen jó járunk, mert hatalmas kert, óriási kert volt. És akkor meg voltak döbbenve, miért? Hát nem a tiétek volt, mondom, de dehogy. És nagyon jól tette apám, hogy nem vette meg 56-ban egy langrokon részegen, fejszével jelent meg. És akkor apám mondta neki, hogy elvette. Hát én nem. Hát uram, nézze meg, ez pedagógus lakás, nem az én semmi közül. És akkor meg volt döbbenve. Hogy nem vették el a lakását. Igen, hogy apám nem vett, mert apám nem vette meg, tehát nem. Visszautasította, és nagyon jól tudta, hogy miért. Neki többet ért a becsület, meg az, hogy jól tud aludni, mert nagyon nagy alvó volt, és a jó olvasnál semmi nem volt neki fontosabb, meg a jó fröccsnek. De azért ebből több dolog is eszembe jut. Az egyik kérdés az, hogy ha nála ilyen fontos, és hogy egy generációról generációra bizonyos dolgok fontosak, akkor mondjuk ilyen éles politikai helyzetekre reagálni, ez fontos? Neked fontos, Tibi? Önnek fontos? Én? Hát attól függ, mit nevezünk éles politikai helyzetnek. Jó,
Te mit nevezel szeret... Anna? Hát, ha engem megkérdeznek valamiről, akkor általában vagy elmondom a véleményemet, ami valóban van, vagy azt mondom, hogy nem akarsz róla beszélni. De ha mondom, akkor azt mondom, ami van. De hogy megjelenni, hogy zászlót lobogtatni, vigyázni kell erre is, hogy az ember milyen dolgot aggaszt magára, mert mit tudom én. Szeretek így inkább figyelni, hogyha megkérdezik, akkor elmondom a véleményemet. Van. Aha. És az az éles politikai helyzet, ez mennyire az, mennyire bábszínház, mert nagyon sokszor beleragadunk ebbe a bábszínháznak a kritizálásában, meg ott fröcsögünk és dobáljuk a sarat jobbról-balról, ezt annyira nem. Tudod, hogy mi az érdekes, hogy valahogy úgy érzi az ember, hogy sokszor konkrét dalokra ráhúzza ugye a politikát a közönség. És sokszor kéred ki magadnak, hogy nem az elvándorlást támogatom, ez nem ez történt, vagy a forradalom című, de nem az történik. Tehát, hogy valahogy a közönség, mintha többet várna ebből, tehát, hogy egy ilyen markáns politikai állásfoglalást, te meg mintha mindig visszafognád egy kicsit a gyáplőt, hogy ne. Van, de a csak aktuális jelenlét, csak aktuális jelentés az önmagában engem még nem izgat, hanem annak van valami mélyebb vagy emberi működésre vagy társadalomra mélyebb gyökerű dolog, ami akkor már érdekel a téma. Aktualitásra már elveszte az aktualitását, és kidobhatom a dalt a kukába. De ha például mondtam, a forradalomról írok, vagy általában az elvándorlásában, rengeteg emberi történet van, jelenség, egy olyan, ami sokszor sok helyen megtörténhet. Tehát ha megfigyeled, azért úgy vannak ezek mindig megírva, hogy nehezen találjál rajta olyan fogást, ami csak erre szűkíteni lehet. Ha akarom, úgy értem, persze. Így van, de ez meghagyjuk az embereknek, ez a szép benne, hogy kicsit mindenki a saját maga. De cél, hogy szíve, hogy ha akarom, érthessem úgy? Igen. Ha szabad, ehhez hozzászom. Sőt, hát ha mondjuk én attól kutok ilyenkor konkrétan beszélni, a konkrét dologra kérdezel rá. Ha rákérdezel bizonyos dolgok, vagy sorokra, vagy valami, akkor el tudom mondani, hogy az mi. De az egész dal az egy komplexebb. Szabad ez, a Tibi ösztönösen minden dolgot, még a legegyszerűbbet is, a maga belső ellentmondásosságában fog fel, értelmezés értékel. Így van itt a forradalommal is. Itt nem egyszerűen pozitív a forradalom. Van, megmutatja a negatív oldalát, és nem dönti el, hogy most ez vagy az az oldala fog érvényesülni, hanem mondom, a maga, tehát hát, vagy ez most egy szörnyű káosz, ami meg az emberek is önmagukba gabajodnak, és végül nem lesz belőle semmi jó, csak egy szörnyű indulatkitörés, de ugyanakkor megmutatja a másikat is. De neki ehhez nem kell filozofálni. Ez az ő belső természetéből fakad, hogy mindenhez így. Például Adi mindenhez úgy viszonyult önmagához, és az élethez, halálhoz, szerelemhez, pénzhez, hazához, hogy ellentmondásosságában fogta fel a tárgyhoz való viszonyát. Tibi meg a maga bonyolult, nagyon bonyolult összetettségében és azon belül, ugye? Konfliktusosságában értelmez mindent, és ezért van igaz, amikor tiltakozik egy konkrét értelmezés ellen. Igen, értem, persze, mindent lehet általánosabban is, de mondjuk, hogy vérszagra gyűl az utálat, ugye ezt... Vérszagra gyűlik az utálat, hogy a nép fogja majd a harapófogót, hogy ezek... Tartja, bocsánat, jó, pontatlan vagyok, de hogy ezek mind ilyen nagyon konkrét víziók. Hát, hogy mesélek róla, hát, hogy amit a kiinduló pont ugyanúgy volt, mondjuk, mint édesanyám halálán, de nem csak róla szól, hanem általában egy ilyen elvesztés, meg általában ennek a feldolgozás. A forradalom is olyan, hogy voltak kiinduló pontjai, voltak pittoda, a kockás inges tanárok, ezek, eszembe jutott egy gondolat, annyi mindent tudok a forradalomról már, és akkor tudod, és akkor hogy, jaj, hát nekem meg kellett volna írni valamikor 17-18 évesen a forradalomról írni egy dalt, milyen ciki, hogy 40-es éveimben fogok írni, de hát nyilván van tapasztalatom, hát milyen, ott volt jakobinus diktatúrus, annak láttam is, álltam a lovak előtt én már ott a Blahánál, amikor jöttek, tudod, és akkor szaladtam, meg hogy volt valami élményem erről, meg az, hogy mit csinálnak a, mi történhet akkor, hogyha a hatalom a forradalmárok kezébe kerül, néha véresebb pusztítás van utána, hát ezeket a dolgokat mind át kell gondolni, hogy van ez innen-onnan megnézni, leírtam össze a mesét, hogy mi jön, a víziót, és akkor írtam hozzá egy-két dolgot még, ameddig én tartok agyban ebben a témával kapcsolatban. Azért fontos, hogy azt mondod, például itt vannak ugye a kockás inges tanárok, ami egy ilyen forradalom, apukát tanár, az egész család
tanárokból áll, kivéve téged gyakorlatilag. Tehát ez simán lehetett egy ilyen kiváltók. Hát én ugye szimpatizálok ezzel. Én tudom, én végig egy tanárcsaládban nőttem föl, tudom milyen a helyzetük. Általában a szociális érzékenység az annyira benne van a mi családunkban, most teljesen mindegy, hogy egészségügyről, szerencsétlenekről van szó, vagy kirekesztettekről, vagy éppen gúzsba kötött tanárokról, vagy sokkal durvábbakat is írok én erről, csak nem mind jelenik meg. De hogy alapvetően van egy véleményem, és ezeket nyilván szíven ütnek, hogyha nem jól. És ami nem jelenik meg, az miért nem jelenik meg? Hát volt olyan, ami túlzás lett volna talán, és lehet, hogy... Túl aktualizált, vagy igen, és megvan nekem, és akkor azt így elmondom haveroknak, meg ilyenek, de nem biztos. Igen, van olyan, hogy én is érzem, hogy talán túl sok, és olyan állapotban van, amikor mondjuk hallok valami személyes sztorit, és fölfordul a gyomrom, és akkor gyorsan kiírok magamból egy ilyen izét, de az mindig hozzá kell tennem, hogy én akkor egy olyan állapotba kerültem, egy olyan helyzetbe voltam, egy olyan helyzetbe, az például Adi. Olyankor jön a mocsok, jön a sár, jön a feketesség, és akkor nagyon megmondom. De elrakod ezeket a szövegeket? Megvannak, megemlékszem. Persze. Mondasz egyet? Amire emlékszel? Ami már azt mondtad, hogy ez más részlet. Hát ami súlyosnak tűnik. Amire igen, amire a legfeljebb kivágjátok. Aha. Az úgy volt, hogy hát ez egy ilyen lassabb nót talán, hogy miért basszátok szét az országomat, miért rúgjátok hasba az ápolót, miért ültetitek szamárpadba a tanárokat, miért szarjátok szájba az álmodót. Ti még a sátánnak is túlgecik vagytok, még ő is megvett titeket, mert a sátán bátran vállalja magát. De ti hívőként lettetek hitetlenek. És akkor még folytatódik, hogy 1,5 millió káposztahely, fej, hibbant elmélyű hatalmasok, mocsáretáj és a varany király ünnepli, amit alkothatott. De ha lepihentek a büdös sárban, ugyanúgy, mint a népetek, én pióca leszek a pusztulásban, és szívom majd a véretek. Nagyon. Na most ez nagyon jó, apukám, nagyon jó, apukának sok egyesít, ugye ez Bobdának, ezt úgy tudom elképzelni, hogy Bobdának sok, de egy olyan szituációban megvan teremtve a környezet, mondjuk egy színházi betét, de annak jó lehet, egy jó helyen egy nagyon mérges ember jön, és nagyon mérges, tudod, és egy színházi környezetben tudom inkább elképzelni. Én zene nélkül is el tudom képzelni, papíron leírva, kötetben. De megvan ilyen ritmus, a többféle lehetőség van. Ez jobban tetszik? Igen. Ami ennyire konkrét. Igen, és ha szabad mondanom, nem is meg politikai. Ugye, miért történelemtanár is voltam, én többször végigtanítottam az egyetemes, meg a magyar történelmet. És én nem álltam meg, amikor az volt a divat, a rendszert aztán, hogy nem tanították a 45 utáni történelmet, nem is volt abból érettségi tétel. Uh-huh. Én mindig tanítottam egészen addig a napig. A jelen pillanatig, mert különben az egésznek nem lett volna értelme. Na most én azt le is írtam a véleményemet a rendszerváltásról is, de mondjuk példázatokban szabad egy példázatot elmondani, ez egy jelentős valami, mert ez az első nagy pedagógus tüntetés idején, amikor még csak gyülekezett a tömeg körülbelül 30-35 ezer ember az akadémia épülete előtt, ott már fel lehetett szólalni, csináltak egy ilyen eseménysorozatot, és ott én is megkaptam a szót, egy zuhogó esőben beszéltem a pedagógusokkal. Ez a pedagógus tüntetésekre jellemző. Igen, az első, amikor még a Fodor Gábor volt. De és én akkor többek között elmondtam a rendszerváltásról a következő kis parabolát, példázatot. Van valahol egy zsoldos hadsereg. Ember emlékezet óta nem nyert csatát. A katonák rongyosak, éhesek, nem vagy alig kapnak zsoldot. És a vezérek, azok elegánsak, esznek, isznak, pompás ágyakban pihenik ki a fáradalmaikat. Hogyan lehet ez? Hát mondjuk úgy, hogy fölélik a tartalékokat, eladogatják a hadfelszerelést, és összepaktálnak az ellenséggel. Miért mondtam el ezt? Mert ez egy tanmese. Nem mindenki örült neki. De ez úgy van, hogy önt is bíztatta az apukája, és ön is bíztatta a Tibit, hogy bátran? Hát ilyen engem, helyzetekben? Inkább visszafogni engem kell. Engem? Igen? Hát aput is még a 56-ban kijelölték szónoknak, mert igen, volna gimnazistaként. Igen, múli népszónok lettem volna, mint Fehérvári gimnazista. És akkor a nagyapa ment el érte. Hogy nem? Megjelent, és a mezőfalvi gyerekeket engem, és én gyorsan elvitt bennünket haza. Mert ott gyalog, mert 40 km elindultunk gyalog, mert nem volt közlekedés. Hát, mert ha elmondta volna, akkor börtön vagy? Ha azt elmondom, hát biztos, hogy az egyetem nem lett volna. Egyetem, az nem. De az is lehet, hogy fölköti. Mit lehet tudni, hogy
No, hát ilyen... Jó, ilyen helyzeteinek, vagy ennek a generációnak de nincsenek, annyi, de... Az édesapámról, Tibinek akkor nagyapám, annyit tudni kell, hogy ő 45-ben szociáldemokrata volt, és miután a Rákosiék ugye magukba olvasztották a szociáldemokrata pártot, akkor ő ugye a Magyar Dolgozók Pártjának lett a tagja. Aztán, mint ilyen meg is maradt, járási pártbizottsági tagságot kapott, ő volt a káderes. Apám nyugig bent volt a politikában, de bölcs, okos és emberséges ember volt, neki ebből soha semmi baja nem lett. Na most tőle én rengeteget láttam és tanultam. Én az ő osztás brosúráját elolvastam, elolvastam hetedikes koromban az SKP-nek, a kommunista pártjának, ilyen vastag történetét, és kezdetben rettetes nagy Sztálin rajongó voltam. Lombfűrészt kaptam, kivágtam Sztálin képét, magam elé tettem, de mire egy-két kis idő eltelt, rádöbbentem, hogy ez nem hős, hanem egy aljas ember, és olyan dacos lettem, hogy az énekkarban, ahol énekelni kellett a Sztálin kantátát, és én pici voltam az első sorban, és összeszorítottam a fogaimat, és nem énekeltem, kikaptam a... Én mondom, akkor sem. És amikor meg 53-ban meghalt március elején, ugye később jelentették be, akkor én bemondtam a rádió, nagyon megörültem, és kirohantam a Petőfi utca nagy térségére, és minden házba bekiabáltam, ugye örüljetek végre, meghalt. Apám meg loholt utána, mint járási bátorságot. Hát fiam, hülye vagy, hát engem főkötnek, börtönbe visznek, hogy miket, biztos, hogy majd itthon hallottam. Szóval de inkább... nem otthon hallottam ezt. Ezt én magam lettem Sztálin rajongóból, Sztálin gyűlölő. Inkább vissza kellett fogni inkább így mindenki. Tehát már, hogy így van egy olyan igazságérzet a család, amit így szeret így a... Hát hogyha úgy érzi, hogy ki kell mondanunk dolgokat, de ugye tudjuk, hogy sokféle igazság van, de ez egy ilyen belső, egy ilyen emóciókkal töltött dolog. De téged is visszafog a pukád? Vagy magadat vesz valami? Nem annyira, de nem is bátorít. Tehát, a Tibinek több veszek van, hogy nem kell. Tehát van benne, Tibiben mindig is volt egy fék. Ez az az érdekes... Ami magában nincs. Ez a fék csak annyi, hogy nem vagyok annyira öntelt, hogy biztos legyek abban, hogy amit gondolok, az tuti. És nem tudok egy csomó olyan emberről, akit lehetne gyűlölni az aljassága miatt, hogy az valóban olyan aljas-e. Nem tudok a közelébe férkőzni elég, és általában ezért azért mindig bizonyos kételyekkel kezelem a saját gondolataimat is. Há. Erről eszembe jutott Arany János, hogy most ma van a születésnapja. Bárha engem örök kétel föl, bárha engem titkos métel fölemészt az örök kétel. De hogy hajlandó vitatkozni róla, meg beszélgetni. És általában nekem az a probléma, hogy valamiről nem lehet beszélgetni, vagy nincs polémia, hanem el van döntve, hogy ez így, meg így, és hogy nem lehet beszélgetni róla. És a magyar társadalom is az a baj, hogy bizonyos dolgokról nem lehet beszélgetni, pedig kéne. És nagyon sok ember abból a pici infóból, ami a fejében van, elkezd a sárdobálást, a fröccsögés, és már is kész a káosz, és akkor ezzel a nagy kardozással mi el vagyunk közben, meg azt csinál, azt történik az országgal, ami ahogy éppen ugye, az szerintem az úgy látszik, hogy a Quimby pártrendezvényektől távol tartja meg, hát most nem akarok erre a tusványosi dologra visszatérni igen, még egyszer, ezen szerintem már túl vagyunk. De hogy pedagógus tüntetésen tizen éltetek? Nem, mert ilyeneknél, tehát az van, hogy azt arra is vigyázzik el, hogy a zenekar az egy zene, az egy hattagú ember, akik között sokszor eleve van egy vita bizonyos dolgok. Tehát azt, hogy minket, mi tudjuk, hogy van akkor a fény már rajtunk, hogy minket így hívogatnak, hogy toll a kalapra, és az nekünk egy jelens. És nem, annyira nem szeretjük azt, amikor gyakorlatilag ez a toll a kalap, vagy ez a mi leszünk a dalos pacsi érte egy ilyen dolog. Tehát nincs olyan cél, amit hitelesítenétek? Biztos, hogy van, és az a zenekarnak az álláspontja ebben, hogyha tényleg olyan és nagyon-nagyon komoly a helyzet, és tényleg aznak megyünk, de az elsősorban általában mi inkább megpróbáljuk a pozitív dolgokat, tehát megpróbálunk beteg gyerekeken, vagy alkoholistákon, vagy szerencsétlen embereken segíteni, vagy mellé állni egy olyan helyzetbe, valami olyan, ahol valódi nyomor van, és valóban nagy bajok tudnak lenni. De mondom, azért itt a díszletek közötti puffogásban, meg izébe, ott azért meg kell nézni, hogy az ember mi vesz részt. Pláne úgy, hogy tudjuk azt, hogy ugye nagyon sokan váltják a ruhát, köpönyeget úgy, ahogy haladnak a dolgok, és lehet, hogy valamilyen hozadja az ember a nevét, amit két év múlva meg ciki. Várjuk meg, míg kialakul, és amúgy meg direkt politikai dolgokban nem megyünk bele, ugyanúgy, ahogy egy csomó mindenben nem. Ha már a pedagógusokról, hát szabad itten valahogy megjegyezni. Nekem van egy óriási problémám. Rengeteget beszélnek az iskoláról, de azt nem, ami a lényeg, a főbaj, azt senki nem mondja. Mi a főbaj? Most elmondják, hogy a PISA-tesztek nyomó, meg szörnyű, minden. Hát azért egy csökkenő jó, de nem tudás, az, de hogy más, igen. Más, hogy
A fő baj nagyon egyszerű. Eleve nem határozzák meg az iskola tényleges célját, és ehhez nem igazítják hozzá a teendőket. Hadd mondjam, számomra az iskolának az a feladata, hogy eszméltesse a diákokat, és segítsen nekik abban, hogy eszmélkedésük során olyan szellemi szerszámokra és intellektuális fegyverekre tegyenek szert, amikkel felépíthetik, kiteljesíthetik, megvédhetik a maguk világát, méghozzá oly módon, hogy közben szolgálják az anyaközösségüket, azt a társadalmat, amelytől nyelvüket, eszméletüket és egyéni létük kollektív alapjait kapták. Tudniuk kell, az a dolguk, valósítsák meg önnön tökéletességüket, és segítsenek másoknak is abban, hogy ezt megtehessék. Na most mi a probléma? Állandóan halljuk, olvasjuk, hogy kompetencia alapoktatás, ugye? A kompetenciának sosem mondják a magyar megfelelőjét. Sokan nem is tudják, hogy miről van szó, mert eredetileg ugye a szó azt jelentette, hogy illetékesség és azt, hogy szakértelem. Aztán a pedagógia világa adott neki egy újabb jelentést, ami lényegében a képességet tükrözné, csak egy kicsit nagyobb összetettségbe, de nem mondják. Ám az világos, hogy mit akarnak. Kevesebb ismeret, nem kell halmozni az ismeretet, és fejleszteni az emberi képességeket. De itt van egy nagy gondom. Na mi? Hogy a legfontosabb emberi képességről nincs szó. Melyik az? A gondolkodás. De nem csak úgy általában a gondolkodás, mert a kutya is gondolkodik. A gazdája magatartásából következtetéseket von le. Hú, szalad az ajtóhoz, megyünk, ugye, sétáljuk. Ha nem ilyen gondolkodás. Tehát nem arról van szó, hogy a kutya nem, az ember meg igen, mindenki, hanem arról van szó, hogy az ember gondolkodik a gondolkodásról. Tudatosítja a gondolkodást. Hát ez filozófia. Ez az, így megalkotja a filozófiát, na most ez nagyon fontos, azon belül a logikát, Arisztotelészre gondoljunk, ugye, a helyes gondolkodásnak a tudományát. Így jut el az ember ahhoz, hogy ne úgy gondolkodjon, ahogy a vaktyúk talál szemet, hanem magas szinten, önmagát állandóan ellenőrizve, korrigálva, így lesz kritikus, probléma megoldó, belülről vezérelt ember az illető. Na most, itt megmondom, hogy aztán mi a gond. Hát az a probléma, hogy Babits fiatal tanárként egy tantárgy filozófiai című tanulmányban ragyogóan meghatározta, hogy mi a teendő az iskolában. Azt mondja, mit tanítunk a gimnáziumban, akkor 8 osztályos volt. Azt mondja, tudomány, nem, mert ez nem gyerekeknek való. Művészetet nem, mert azt nem lehet tanítani. Hát akkor mit tanítunk? Beszélni és gondolkodni. A beszéd és a gondolkodás voltak éppen egy, a gondolkodás hangtalan beszéd, a szó megtestesült gondolat. Régi görög a kettőt, ugyanazzal a szó, hogy logosz. Na most, ami itten a nagyon nagy probléma. Nincsen egy tanóránk. De mindegy, de ez a legnagyobb. 12 évig foglalkozunk a nyelvvel, a beszéddel. Nyelvtanóra 12 évig van. És hány évig van logika óra? Annak ellenére, hogy a sötét középkorban alaptantárgy volt, az egyetem alatti szinten tanították a 7 szabad művészetet. De értem, amit mond, egyébként összecseng azzal az idézettel, amit választottam is a kötetből, a Téblábolunk című publicisztikának a nyitó mondat, hogy akartunk valamit, és most téblábolunk. Teljesen összecseng ezzel. Igen, de még akkor csak ennyit hagyd tehessek hozzá, hogy milyen fontos a logika. Petőfi még azért panaszkodott a leveleiben, közben, hogy állandóan logikával kell foglalkoznia, de van ennél jobb. Goethe Faustjában a fiatal tudós suhanc föl akarja falni az ismerőket, rohanna a könyvtárba, elé áll a Mephisto és így csinál. Először kollégium logikum, először tanul logikát, ugyanis Arisztotelésznek e tudomány megalapozójának az ilyen tárgyú írásait azzal a névvel foglalták össze, hogy organon, az pedig eszköz, szerszám. Ha ennélkül az eszköz, szerszám nélkül tanítjuk a gyerekeket, illetve akarjuk, hogy tanuljanak, akkor azoknak az agya csak elhomályosodik. Hát borzalmas, bemennek a okos világ, csillogó tekintetű gyerekek az óvodából, az iskolába, és hebegő nyelvű, zavaros tudatú érettségizőként jönnek ki.
Van, aki azt mondja, hogy ez szándékos. Most már sok jogikaron is megszüntették a logika oktatást. Na most vegye úgy, hogy kicsöngettek, mert a Tibit meg akarom kérdezni, hogy ez volt a gyerekkorod? Nem volt ilyen, de a verslámok. Nem akartam én. A verslámok volt a gyerekkorod? Nem, én semmit nem erőszakot. Leszakadok könyves sportból. Na de nem erőszak, hát maga egyszerűen csak beszél, én csak profitáltam abból a részből, mert ugye én otthon bármikor kaptam, mert édesanyám biológia, kémia szakos tanár volt, a magyar töri, tehát gyakorlatilag az iskola felét én otthon bármikor kérdeztem. De édesanyám is tudott ilyen monológokat tartani? Nem, de ő is mit tudom én, rossz jegyeim voltak, és akkor egy ilyen dolgozat előtt felkészített, és akkor egyből írtam egy ötös dolgozatot. De nagyon világosan elmagyaráztam. Persze, nem, anyu az ilyen nagyon, apuval lehet sokat beszélni, de apu viszont megírta a dolgozataimat, meg nagyon ciki volt. Ajjajjaj, az képest, hogy kirad a plágium. Alig van időm, apu ért egy órán van és három órás dolgozat, na gyere, akkor diktál. És kötöd a gyorsan. Egy jó, ez Bekerdi iskola, ugye ő mondja, hogy ezt szülő nyugodtan diktálja, de ahhoz képest, hogy kiakadt, amikor itt plágiumról volt szó meg. De végig segített a Tibinek. Olyan, apu így szeretett itt segíteni, meg azáltal, hogy ezt lediktált nekem, belem is össze megfogalmazottak a dolgokat. Én abból tanultam. A Tibi szó szerint nem is vettem. Meg megmutatta, hogy kell tudni az elejét olvassam, a végét közte az, ha nincs elég időm, hogy olvassak, meg ilyenek. Egy kérdésre válaszolj, mert a vége felé járunk, hogy mi az, amit mindenképp tovább akarsz. És a költészetnek a ritmika. Hát az a legközelebbi műsorra maradt, én sejtettem, hogy ennyi minden nem fér bele. Szóval, hogy mi az, amit tovább akarsz vinni, amit apukádtól hozol, vagy tanultál, vagy ahogy ő nevelt? Mit akarsz te továbbadni a saját gyerekeidnek? Hát amire irigy vagyok, és kevesebbet hangoztatja, hogy nagyon, nagyon jól tartja magát, és rengeteget mozog, sportol, napi szinten több órát. Kétszer. És hogy ilyen nagyon, nagyon egészséges ennyi idősen. És például ez egy olyan dolog, amiről most ez nem a költészet, nem a... Jó, hát 78 szóval, most már. Ezt például irigylem, és majd előbb-utóbb rá szeretnék térni erre a útra. És hát én nem szerettem volna írni, meg ilyenek, mert én úgy éreztem, hogy ezek foglaltak ezek a helyek a lakásban, ott volt egy rés a pajzson, a rajzolás, festészet, és nekem ez nagyon jó lett volna, és sokkal később kezdtem el élvezni ezt az írás dolgot, és úgy érzem, hogy valami talán így biztos, hogy átjött a apunak a tanulmányai, meg a irodalom, meg költészet szeretete, meg ezek a dolgok azért így szinte sejtszinten belém, és most napfényre tudtam hozni ezt a rejtett őstudást, azáltal, hogy ő már sokat foglalkozott ezzel, tehát ehhez kellett idő, hogy én szeressek ezzel foglalkozni, mert ezzel én nem szerettem szöveget írni, meg írni. Igen, kellett szóval könyveket sem szeretni. Aztán meg ráérszem az ízre, és élvezem most már ezt a dolgot. Na jó, hát bőven maradt muníció egy következő beszélgetésre. Egyetlen lehet mondani? Hát egyet, de nem bővítetted. De meg az a probléma a költészet tanításában, hogy a leglényegével a nyelvi zeneiséggel szinte egyáltalán nem foglalkoznak, holott azt írta a Karinti Frigyes, aki nagyon jó költés volt, Ménéteket című versében, hallgasd meg, aztán mondd utánam ezt, versben mondom, hogy jobban megjegyezd, most tedd szívedbe és füledbe el, az értelmét majd megtudod, ha kell. A nyelvi zenét nem mutatják meg, soha, sehol, tankönyvek sem. Óriási hiba, holott Vörös Sanyi bácsi azt mondta, a versek belső igazi szépségét, testtelen táncát csak így élheted át. Ez jó végszó, mint egy ars poétika. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és beszélgettünk egy kicsit. Kis Tibivel és Kis Kálmánnal beszélgettem az elmúlt percekben. Hogyha visszanéznék ezt a műsort, megtehetik a Hír TV oldalán, a YouTube-on vagy a Facebookon, keressenek engem. Jó éjszakát kívánok!